A termesztett növények legfontosabb betegségeiről és azok védekezéseinek lehetőségeiről tartott csütörtök délelőtt előadást Magyar Kanizsán az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági kar tanára, professzor dr. Bagi Ferenc. Az előadás a Vajdasági Felsőoktatási Titkárságnak a projektuma, mely 5 településen kerül bemutatásra. Különféle betegségekről, a jelen pillanatban forgalomban lévő vegyszerek hatásfokáról és azok megvásárlásáról is szó esett az előadáson. A jelenlévők többségét az általános kultúrnövények és azok betegségei érdekelték a legjobban. Koncz Mihály termelő is részt vett az összejövetelen, gyenge és beteg termést tudott csak lekombályozni. Ezen az évben úgy gondoltam, most ez egy kicsit korai kukorica volt, hogy majd lemorzsóval szedjük, de olyan kevés volt, már változtatok a fajtán, vagy más fajtát ültetek, még ritkábbra ültettem távol, messzebbre egyik bukorot a másik, vagy egyik szállat a másik szállat, azt próbálom újabbat termelni. Hát Rétben is van egy kis sődem, ott a árpa volt, hát az tavaszi árpa volt, az elég jó árpa lett, mégis volt jó műtrágyázva, mégis gyomírtoztam, hát volt egy másik réti fődatban, amely kukorica egy kicsit ritkább volt, az ott nagyon jó volt, de az csak egy kis darab volt, ez a baj. Az előadást az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára, professzor dr. Bagi Ferenc tartotta, aki egy kísérleti témával is érkezett. Az előadás igazából egy, hogy úgy mondjam, növényvédelmi koktélről szól, ugyanis bemutattam, illetve fogom mutatni a tavalyi növényvédelmekre vonatkozó kísérleteimet, ugyanis két projektom keretében vizsgáltam a szilvahimlő vírus elterjedtségét egyrészt, másrészt a szőlőnek a vírusos betegségeit. Ami a szilvahimlő vírust illeti, ez szinte mindenki számára ismert, aki ezzel foglalkozik, hogy egy igen elterjedt vírusról van szó. Sokszor az a gond, hogy az út mentén jelenlévő csonthéjas gyümölcsök, szóval úgy szilvafák, úgy mint ringlók, kökény és más prunusfajok, gyakorlatilag hordozói ennek a vírusnak annélkül, hogy tüneteket mutatnának. Ez igen veszélyes olyan szempontból, hogyha új csonthéjast akarunk alapítani, lévén az szilva, kajszi vagy őszi barack, gyakorlatilag ezekről a fákról a levéltetvek igen könnyen és gyorsan az ültetvényre terjesztik a vírus. A tavalyi kukorica termés hozamról és a csövek betegségeiről is szó esett. A gazdák ugyanis ez miatt elég minőségtelen hozamra tudtak szert tenni. Elengedhetetlen téma a 2021-es évben is a kukoricának az egészségi állapota. Sajnos erről az utóbbi évtizedben egyre többet beszélünk, főként a klímaváltozás miatt. A tavalyi év is igen aszályos volt, és sajnos számos gombabetegség telepedett meg a kukoricán. Ezzel nem csak mennyiségi károkat okozva, hanem minőségi károkat is, ugyanis mindenki számára ismert az aflatoxin és más gombatoxinok is, amelyek sajnos a takarmányon keresztül bekerülnek az élelmiszerláncba, és igen veszélyes egészségi forrást képeznek. Ugyanígy bemutatnám néhány aránylag új betegséget is, mert pont ennek a klímaváltozásnak köszönve, illetve a klímaváltozás miatt olyan betegségek is jelennek még tájunkon, amelyek eddig nem voltak jelen. Ilyen például a szőlőnek a fitoplazmás betegsége, az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amelyet egy olyan kabóca terjeszt, amely korábban az inkább az afrikai, illetve meleg éghajlatra volt jellemző, viszont az utóbbi években megjelent nálunk is, és ez a kabóca terjeszti növényről növényre ezt a veszélyes betegséget. És záró részként ez az előadás keretében említeném azt is, hogy a legújabb növényvédelmi törvény alapján már az idei évtől
alkalmazni kellene majd azt a szabályt, hogy nem veheti meg akárki a növényvédelmi szeriket, illetve a mezőgazdasági patikákban az igen mérgező növényvédelmi szeriket, hanem csak azok a termelők, illetve kiképzett szakemberek, akiknek erről certifikátumuk van. Ez irányban a minisztérium már tett egyes lépéseket, még meglátjuk, hogy ez mikor indul be igazából. Az előadó azt is kiemelte, hogy az utóbbi időben ez uniós irányzat, és Szerbiára is vonatkozik, miszerint egyre több növényvédőszert vonnak ki a forgalomból, azért, mert veszélyesek a környezetre nézve, illetve nem kedvező ökotoxikológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a termelők kezdenek gondba lenni, egyre kisebb az olyan permetszerek száma, amelyeket alkalmazhatnak.